épületek hézagzárásáról lesz szó, tehát ha van egy épületünk, akkor mindig vizsgálni kell azokat a helyeket, ahol különböző hatások át tudnak jutni. Ilyen hatások lehetnek például a pára, a belső pára, ami próbál a falakon, a tetőkön, illetve még előtte a födémeken átjutni, illetve mondjuk a nyílászárokon átjutni, nyílászárok hézagain átjutni. Ilyen lehet a meleg, a hő, ami szintén ezzel a párával együtt utazva próbál kijutni a réseken. Ilyen lehet a külső hideg, ami igyekszik befelé és próbálja hűteni az épületünket. Ilyen lehet a szél, ami szintén a réseket megtalálva bejut a belső térbe és különféle problémákat okozhat. Ilyen lehet a tűz, mint olyan, ami tűz terjedés lévén az ablakokon kijutva egy felsőbb szintet tud megtámadni, vagy kijut egy másik melléképületre, vagy átterjed a mellette levő szomszédos épületre. Tehát a tűz is, mint hatás, a réseken, hézagokon, nyílásokon könnyebben tud átjutni és problémát okozni. Ilyen lett a talajvíz, ami alulról az alsó réseken át keresztül tudja a pinceszintet, földszinti tereket támadni, illetve hát a talajnedvesség is hasonló. Ilyen lehetnek a különféle hanghatások, akár közlekedési zaj, akár egyéb, amik ezek a rezgések a hézagokon át bejutva az ablakokon, vékonyabb szerkezeteken átjutva tudja a belső tereinket terhelni, károsítani, illetve használatot lehetetlenné tenni. Ilyenek lehetnek a különféle szaghatások, amik akár kívülről befelé, vagy akár belülről kifelé igyekeznek, tehát ezek is szempontok. Tehát rengeteg olyan hatás van, ami azt kihasználja, hogy rések vannak az épületeinken, próbálnak átjutni a szerkezeteken, ezért is fontos, hogy a hézagokat tömítsük, a szerkezeteket szélzárjuk, légzárjuk, vízzárjuk, tehát mindenféle hézagokat tömítenünk kell ahhoz, hogy ezek a hatások, a hő, a hideg, a tűz, a pára, a szél, a szagok, a különféle hanghatások ne juthassanak könnyen át. Tehát épületeink hézagzárása nagyon fontos, legyen szó padlóról, födémről, tetőszerkezetről, falakról, nyílászárokról, mindenhol ezt meg kell oldani.